április 12-e van a mai napon, és ez a nap az országban a bűn megelőzésnek a napja. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Vörös Ferenc nérendőr alezredes a Sziget utcai óvodásokat, akik a bűn megelőzés napjához kapcsolódóan virágokkal ültették körbe a bűn megelőzés plakettjét. Székesfehérváron a bűnmegelőzési központban, a fehérvári civil központban, valamint a Városház téren is változatos programokkal és kiállításokkal várták az érdeklődőket a bűnmegelőzés napján. 1996-ban érkezett meg Magyarországra a DADA program, ez a dohányzás, alkohol, drog, éjc, amely általános iskolásoknak a prevenciós tematikus iskolai programja. Ezekből fogunk olyan relikviákat kiállítani, amelyek az oktatásban jelentek meg rendőrök által tartott órákon. Ehhez csatlakozik ugyanúgy a középiskolásoknak a prevenciós programja, az ellenszer program, és ugye Fehér megyéhez kötődik egy országos program, az Ovizsaru program, illetve ennek a programnak az eszközeihez tudunk látogatóknak érdekes játékos programot biztosítani. A Fehér megyei rendőrfőkapitányság ifjúságvédelmi és bűnmegelőzési előadással is készült a mai napra. Ezek a programok mindegyik korosztály függő, mindegyik korosztálynak más és más a tematikája, más és más eszközökkel próbáljuk színessé tenni azokat az információknak az átadását, amely játékos módon sokkal élménydúsabb lesz, és remélhetőleg azok az információk jobban megragadnak a gyerekek figyelmében. A tematikus nap a Városház téri bűnmegelőzés éjszakája nevezetű eseménnyel zárul, amely tematikus kisfilmvetítést, illetve interaktív játékos feladatokat takar.